Köszöntöm nézőinket! Kedvezően változnak az általány adózás szabályai 2023. január 1-től. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Most hát először is hogyan is, miben fog változni a havi adóbevallás? Az általányadózó egyéni vállalkozóknak a havi bevallási kötelezettségük negyedévesre változik. Tehát ez azt jelenti, hogy negyedévet követő hó 12-éig kell benyújtani az 58-as bevallást. Ebben kell szerepeltetni a TB-járulék és a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget. És ugyanezen időpontig kell megfizetni a kötelezettségeket is. Aki eddig nem választotta ezt az adózási formát, vagy most kezdene el ebben dolgozni, hogyan választhatja az általányadózást? Kedvező változás 2023-ra vonatkozóan, hogy már nem kell figyelembe venni az előző évi bevétel összegét. Az évközi határokra viszont tekintettel kell lenni, tehát a minimálbér tízszeresére, illetve a kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytató általányadózó esetében a minimálbér 50-szeresére vonatkozó értékhatár. Abban az esetben, hogyha az általányadózó egyéni vállalkozó megszünteti ezt az adózási módot, már nem 4 évet kell várnia, elegendő 12 hónapot várni, és újra választhatja ezt az adózási módot. Van egy újítás is, ez a göngyölítéses módszer, illetve járulék adóbevallás. Ez hogyan fog történni, ez miben könnyíti meg az adózók dolgát? Az általányadózó egyéni vállalkozó az év elején, ami ki nem meríti az adómentes jövedelmi keretet, kevesebb TB járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizet. Az év másik részében viszont arányaiban magasabb lesz ez az összeg. Tehát az éves összeg kiegyenlítése, arányosítása érdekében került bevezetésre ez a göngyölítéses módszer. Ennek a módszernek a lényege, hogy az adóköteles jövedelemhez, a negyedéves adóköteles jövedelemhez hozzá kell adni az előző negyedév vagy negyedévek adóköteles jövedelem összegeit, és ebből kell kivonni az előző negyedév vagy negyedévek járulék alapjának az összegeit. Ezt a különbséget kell elosztani annyi hónappal, amely hónapukban biztosított volt az egyéni vállalkozó. Most számos területen történt változás, hogyha valakinek esetleg kérdése lenne, akkor fordulhat ugyanúgy az adóhivatalhoz? Természetesen a 1819-es telefonon várják a kollégák a hívásokat, illetve bármelyik ügyfélszolgálaton tudnak segíteni a kollégák. Köszönjük a tájékoztatást! Én is köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!